Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás január 14-éig. Hétfő. A hétfői napon a hold uralkodik. Megnézzük, hogy mi történik még ezen a napon, mi az energia. Itt ez a kála virág szimbolizálja a tisztaságot. Itt vannak tiszta gondolatok, vagy valaki szeretne tisztázni veled valamit, vannak tiszta érzelmek, itt van a bizalom. Amit ez a virág még szimbolizál, ezek a szexuális témák. Vagy erről fogtok beszélni, vagy van valaki a közeledben, és vannak ezek az elképzelések. A keddi napon Mars bolygó uralkodik, és itt látható Mars bolygó szimbóluma. Itt ez a kép szimbolizálja a mozgást, előre mennek az események. Ez a kép jelenthet mindent, ami mozog. Sport, autó, változások, költözködés, vagy egy kirándulás. Ez a kép jelentheti azt is, hogy valaki közeledik hozzád. Itt egy hölgy látható, de a klasszikus Lenormand kártyánál tulajdonképpen itt egy férfiről van szó. Szerdán Merkur bolygó uralkodik. Megnézzük, hogy mi történik szerdán. Itt a hold jelentheti az anyukádat, vagy az anyai érzelmeket, de jelenti az álmokat is. Hiszen itt megvan ez az elképzelés, szeretnéd azt, hogy egy álom megvalósuljon. Az is lehet, hogy ő álmodik, vagy álmodozik rólad. Csütörtök, új hold. Ez jelenti a visszahúzódást, vagy a meditációt. E felett az új hold felett Nunki csillag uralkodik. A babilóniaiaknál ez a Nunki csillag jelentett egy szent helyet. Tehát van egy hely, ami erőt ad számodra. Új holdnál még ne cselekedj, hanem gondolkodj el azon, hova kellene oda menni, ami erősít téged. A csütörtöki napon Jupiter bolygó uralkodik. Itt is vallási témákról van szó, tehát kell egy szent hely. Ez lehet egy belső tempel is. Ha meditálsz, akkor itt érzed ezt a kapcsolatot az isteni erővel, ez erősíti a hitedet. És pontosan ez fontos a csütörtöki napon. Sőt, hozzátenném azt is, hogy Jupiter bolygó az uralkodik e felett a téma felett is, ami a hitet illeti. Persze ez a kereszt jelenthet találkozásokat is, amikor a sors utak kereszteződnek, lehet, hogy egy szent helyen, vagy jelentheti a döntéseket, hiszen elérkezel az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba. Az is lehet, hogy ő hoz jelenleg döntéseket. A pénteki napon Vénusz bolygó uralkodik. Itt a könyv jelentheti a tudást, a tanulást, a továbbképzést, de jelentheti azt is, hogy ő zárkózott, vagy légy te zárkózott.
Amit a könyv még jelenthet, hogy valaki eltitkol előled valamit, vagy valaki eltitkol előle valamit. A szombati napon Szaturnusz bolygó uralkodik, és ezen a napon van egy Lilit energia, ami kiváltja nálunk az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket. Ezen a napon ez az álom megvalósulhat. Sőt, nyitott is vagy erre, hiszen a kép jelenti ezt a nyitottságot. Persze, utalhat szexuális témákra is. Itt középen a nap szimbóluma van, és a nap uralkodik vasárnap felett. Mi történik a vasárnapi napon? Itt az utak jelenthetnek egy találkozást, amikor a sors utak kereszteződnek, de jelentenek döntéseket is. Milyen irányba kellene tekinteni? Ezek változások, ez lehet munkahelyi változás, költözködés, vagy valami változik a párkapcsolatot illetően, hiszen ő is fontos döntéseket fog most hozni. És ez volt a heti jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!